Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és biztos vagyok abban, hogy fogunk még találkozni ebben a stúdióban, máskor is, mint ahogy korábban is, már csak azért is, mert ugye minden esztendőben van a Magyar Nyelv napja, de méghozzá november 13-án, és ahogy a műsor elején elmondtam, hogy miért és mióta, arra most már külön nem térünk ki, de én azt hiszem, hogy ahogy változik, formálódik, alakul, átalakul, romlik anyanyelvünk, azért arról mindenféleképpen muszáj beszélni, és rögtön át is adom a szót, de egyelőre csak annyit, hogy tudomásom szerint legalábbis azt olvastam, hogy körülbelül olyan 7000 nyelv van a világon. Most élő nyelv hány pusztul el, hány hal el, az egy más kérdés. De ugye azt mondják, hogy kis ország vagyunk, meg a kis magyar nép, de mondom, azt olvastam, hogy körülbelül az 50. helyen vagyunk ebből a sok ezerből, és igazíts ki, hogyha rosszul mondom, de vagy 14-15 millióan beszéljük a magyar nyelvet mindenhol a világon. De! És most jön az első kérdés. Mióta létezik a magyar nyelv? A honfoglaló magyarok vajon mennyire tudtak magyarul, mikor hát elég vegyes társaság jött ide? Az első vagy a második honfoglaláskor? Igen, ez nagyon érdekes kérdés, hiszen azért az írásbeliségünk jóval a honfoglalás után indul, ugye mindig a Tihanyi alapító levelet emlegetjük, nem véletlenül. 1055-ből. Ami emlék, és hát azért ott is csak ugye épp, hogy egy-egy kifejezés Igen. van. És szövegtöredék magyar nyelven, úgyhogy nehéz azt megmondani, hogy akkor hogyan beszéltek az emberek. Az biztos, hogy a magyar nyelv más állapotban volt, mint most, tehát erre következtetni tudunk az ómagyar korban. Egészen máshogy beszéltek, és később ezt a szövegemlékekben is azért látjuk. De a honfoglalás korában azért elképzelhető az, hogy nyilván ugye a népcsoportok ugyanúgy, ahogy kulturálisan, etnikailag összeolvadtak, ez nyelvileg is ugyanígy történhetett. Tehát itt a Kárpát-medencében azért 1000 éve beszélnek magyarul, beszélünk magyarul, de természetesen nem ilyen nagy tömbként, mint most, ahogy az egész Kárpát-medencében a magyar nyelv, mint fő nyelv létezik, és egy tömbként létezik alapvetően a magyarság, most nyilván kisebb szorványoktól eltekintve. Ez nagyon nem így volt, de olyannyira nem, hogy azért, ha megnézzük Mátyás király korában, láthatjuk azért, hogy 40-60% volt, és a magyar volt a 40. A legnagyobb kisebbség voltunk Igen. valójában, úgy voltunk többség, de nem értük el az 50%-os többséget nagyon sokáig, és aztán szépen Mária Terézia után és a 19. századra, és nem véletlen, hogy a magyar nyelv napja és a magyar nyelv ügye is azért a reformkor idejéhez köthető, akkora értük el azt, hogy itt a döntő többség az magyarul beszél. Hát igen, és hivatalosan is aztán már beszélhetünk magyarul. Hát ha már a Tihanyi apátságot mondod, akkor kicsit később ugyan, de hát ott van a halotti beszéd, szóval hála Istennek, ezt még most is tanítgatják iskolában. De most ezt azért hozom szóba, mert hogy tanítgatják, mert hát a pedagógusok felelőssége az mondjuk egy másik műsornak lenne a témája, de az anyanyelv megőrzése, és ez most arra jutott eszembe, hogy a Kárpát-medencében és máshol külföldön is, két dolog miatt, mindjárt mondom a másikat is, de ehhez mindenféleképpen kell az irodalom, kell az olvasás, a versek szeretete, és ahogy, szóval hogy tudjuk őrizni annyira anyanyelvünket, hogy a sok-sokféle behatás és káros behatástól megóvjuk. Valóban az iskolának óriási szerepe van, és legalább ekkora szerepe van a családnak abban, hogy mit tanít, milyen nyelvi kultúrát ad tovább, örökül, mennyire tanítja tudatos beszélőnek a saját gyermekeit egy édesapa és egy édesanya, és hát természetesen nagyszülők és tágabb rokonságnak is lehet ebben szerepe. Ez mind-mind meghatározza azt, hogy hogyan beszélünk. Aztán persze a nagyon nagy szerepe van a médiának, és sajnos ezen a téren is nagyon sokszor érezhetjük azt, hogy bizony-bizony el kéne gondolkodni, hiszen a médiának mindig van egy olyan norma alkotó szerepe a viselkedés kultúrában, öltözködésben, Igen. és így a nyelvben is. Hiszen az emberek azt mondják, hogy jé, így beszélnek a tévében. Hát akkor, ha ott így beszélnek, akkor én is beszélhetek így. Tehát ez mindenképpen formálja a nyelvünket. Úgyhogy ezek így együtt hatnak, és hogy hogyan lehet ez, vagy mit lehet tenni ez ügyben, az azért nagyon nehéz, mert ugye a legnagyobb tábor mindig a passzívak tábora. Hiszen természetes, hogy azok, akik elkötelezettek a magyar nyelv ügye iránt, most nevezzük őket nyelvvédőknek, Igen. azok eljárnak rendezvényekre, olvasnak folyóiratokat ezzel kapcsolatban, cikkeket, rádióműsort hallgatnak, de azokat nehezebb megszólítani, akik nem foglalkoznak, akik csak beszélik a nyelvet de és használják. De már megelőzted a kérdést, hogy a média szerepe. Na most
mindig hozzáteszem csupa nagybetűvel, tisztelet a kivételnek. De ezek a, hát, hogy finoman akarok fogalmazni, népbutító, vetélkedő, ne, show műsorok, reality show műsorok, hogy magyarul mondjam, és a trágár szavak. Szóval sajnos, hogyha az ember nézi ezeket, vagy most akármilyen fellépőknek a szereplését, ott bizony elhangoznak olyan szavak, amikre régen azt mondtuk, hogy nyomd a festéket, nem tűr. Na most ez a trágárság, ez vajon nincs mit mondaniuk, vagy miért beszélnek mindig anyagcseréről, meg fennhangon nemi életre biztatásról? Azt gondolom, hogy ez azért is lehet, mert ezzel akarják fönntartani a figyelmet. Ugye a médiának, ha végignézzük a történetét, mindig a határokat feszegeti, hiszen ugye azokat a műsorokat nézik nagyon sokan sajnos, amik valamivel ugye átlépik a határokat, hogy igen. Ilyet megcsinálnak a tévében, és ezt közvetít, rögtön nézik. És ezért folyamatosan ugye tágul ez a határ, én azt gondolom, és ez nyelvileg is látható, hogy valóban most már azon, amit 20 évvel ezelőtt mondtak, mondjuk trágárságot, és elfogadottá vált, senki nem lepődik meg. Jó, a hát a magyar nyelv, tudom, és különösen a káromkodásokat tekintve nagyon-nagyon élen van, de csak azt akartam mondani a másikra, hogy a versek után, hogy azért az Anyanyelvápolók Szövetsége, és ti is, és az Édes Anyanyelvünk folyóirat is ennek érdekében nagyon sokat tesz, de talán én emlékszem, hogy valamikor talán október elején a Vajdaságban volt egy ilyen anyanyelvi akadémia, igen. És ezt mondtam az előbb, hogy még rákérdezek, hogy tényleg a Kárpát-medencében is, és külföldön is őrizni, és sokszor, ez lehet, hogy csak az én véleményem, de a határon túli magyarok talán, és színházakra gondolok, szebben beszélnek magyarul, mint sokszor itt a fővárosban. Sokszor az igény erősebb. Pont ez a Vajdasági Akadémia is így jött létre, hogy megszólították az Anyanyelvápolók Szövetségét, hogy szeretnének az ottani újságírók egy ilyen tanfolyamot, ami ott nem elérhető számukra, igen. És ezért utaztunk ki. Természetesen ezek nagyon-nagyon fontosak és sokat adnak, mint ahogy a másik része is, amit még nem említettünk, az Anyanyelvápolók Szövetsége munkájának pedig azt hiszem, hogy a legfontosabb, az a rengeteg tanulmányi verseny. Hát általános persze. Iskolásoknak, középiskolás. Igen. Az Édesanyanyelvünk és a Szép Magyar Beszéd verseny, amik a legrégebbi versenyek a magyar közoktatásban, és több ezer diák fordul meg évente. Nyilván itt olyanok mennek, akiket a tanáraik bíztatnak, hát, vagy őnekik van egy érdeklődésük, de életre szóló, igen. Azt gondolom, amit adhat. Na jó, hát akkor ezért mondom a nyelvromlás, és ugye mindig eszembe jutnak a franciák, akik borzalmasan tiltakoztak, hogy ne legyenek angol szavak a francia nyelven. Na most, én a feleslegességről szeretnélek kérdezni, mert az, hogy a taxi, az ne legyen géperejű bérkocsi, ezt nagyon jól tudjuk, és meg a számítástechnikában, ahol bejöttek azok a szavak. Szóval most már mindenki lájkol, és nyilvánvalóan ott a tablet, meg minden, hát ezeket nem kell bántani, de most figyelj. Azt mondja, kimaxolta a teljesítményt, három asszisztal is presszingeltük az ellenfelet, domináltuk a meccset, és miután a VAR csekkolta a szituációt, nem volt les, valid lett a gól. Amik itt elhangoztak, ezeknek többsége sportnyelvi, és ez azért jó, mert régen valóban... Régen tudtunk magyarul, de most már visszajön ez. Valóban a sportnyelvnél az egyik leginkább megfigyeltő terület, ami azért meglepő, mert volt egy külön sportnyelvújításunk a 20-as, 30-as években, tehát szinte újra szükségessé válna ez. Cornerból szöglet, offside-ból les. Így van, hát és ezek sorba létrejöttek, és nyilván megjelentek új sportágak, megjelentek új kifejezések, hát ezeket ugyanúgy magyarítani lehetne. Egyébként a legtöbbre van is magyar szó, persze, tehát még van. Csak arra se lenne szükség, hogy új szavakat bevezessenek. Valószínűleg azok a szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, a sporttal, nem ismerik ezeket a szavakat, és ezért nem tudják jól lefordítani, és átveszik ezeket az angol kifejezéseket. Nem ismerik azt, hogy videóbíró, meg mit tudom én, meg átadás, meg gólpassz, meg ilyen, hát na mindegy. Igen, és ez azért szomorú, mert én azt gondolom, hogy minden szakmának az alapvető kötelessége, és ez nagyon sok szakmában benne van,
hogy vagy nagyon sok szakmában úgy a tudatukban benne van a szakembereknek, hogy bizony a saját szaknyelvük kialakításáért ők felállnak, ők tudják megmondani. Mondjuk például a nyelvészek közül most magamat is mondom, én azért a sportvilágban nem vagyok otthon, én nem tudom megmondani, hogy éppen az adott szó hogyan helyettesíthető, hogyan oldjuk fel jól. Tudok segíteni, tudok tanácsot adni, de ez az adott szakmának kell, hát hogy persze, na de hát legyen. Most ne bántsuk csak a sportriportereket, mert meg a tévét, de minden esetre most már nem bevásárolni megyünk a boltba, hanem shoppingolunk a plázában. Hát ez is úgy, nagyon-nagyon elterjedt. De, és a reklámoknak, azoknak is valami félelmetesen romboló hatása van. Szerintem nekem mindig az volt a kedvencem, nem tudom megvan-e még, hogy Real Systema Manager Shop a City-ben, és akkor valaki ezt nézi, látja, hallja, akkor mit gondoljon? Igen, már csak a toldalékok magyar nyelvűek, semmi hát más. Igen. Na, de tulajdonképpen a nyelvészek, és akkor ez most tényleg a szakmád, hogy valami megjelenik. És én nagyon sokszor hallom, hogy hát attól függ, milyen kontextusban van, hogy így is jó, meg úgy is jó. Tehát, ezt is hallottam műsorban, valami rendezvényre, jegyek válthatóak a kasszánál, vagy jegyek válthatók a pénztárnál, és akkor nekem az jutott eszembe, hogy most a fákon a madarak láthatók, vagy a madarak láthatóak. Most mind a kettő jó? Ennél az esetnél igen, egyébként is ez régóta így van a magyar nyelvben, ezek ingadozók, van kötőhangzó, nincs kötőhangzó, ez ingadozó. Abban az esetben nincs ez így, hogyha más jelentést kap. Ugye erre szoktuk példának mondani, hogy az üdítők vannak a hűtőben, és mi pedig, hogyha jól beszélgetünk, akkor üdítőek vagyunk. Tehát hát van, amikor más. Van egy jelentéskülönbség, de van ezeknél az eseteknél nincsen, mind a kettő használható. Értem. Hát most én nem akarok még ilyen vad példákat fölhozni hirtelennyében, de az biztos, hogy csak az jutott megint eszembe, hogy a hivatalos nyelv, és most nem a magyarra gondolok, de úgy tudom, hogy 2009 óta, ezt valahol olvastam, a magyar jelnyelv is hivatalos lett, és elfogadják. Na most csak azért mondom, mert mikor jelelünk, vagy megköszönjük, vagy integetünk, hát ott akkor nincs az, hogy most angol száz befolyás. Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos és gesztus is, de egyszerre egy valódi tartalommal megtöltött dolog, hogy a magyar jelnyelvet önálló nyelvként elfogadják. Ennek egyszerűen az az oka, hogy valóban a magyarra épül az a jelnyelv, nem a nemzetközi jelnyelvre, természetesen, hogy abból meríti magát a jelrendszert, de ezek mind-mind a magyar szókincsre, a magyar hangzásra épít, tehát ez egy külön nyelvnek tekinthető, és nem mondhatjuk, hogy a jelnyelvnek igen. egy magyar változata, vagy a magyarnak egy jelnyelvbeli változata, ez egy önálló. Yeah. Egyébként, hogy említettük ezt a Vajdasági Akadémiát, ahol kint voltatok, és már akkor eszembe jutott, hogy ez azért is jó, mert hát volt szerencsém Torontóban, meg máshol is a világon kinti magyarokkal találkozni, és hát akik úgy őrizték az anyanyelvüket, azt mondták, hogy hát itt a kollégák meg a haverok, azok most se angolul nem tudnak rendesen, se magyarul, és mondom, mondj egy példát. Azt mondja, hát rögtön én mondok, nem balesetet szenvedett, hanem itt Torontóban azt mondják, hogy volt neki egy akcidentje. Szóval ez a nyelvmegőrzés, nem tudom, ezt mennyire tartjátok fontosnak, akár az anyanyelvünk a folyóiratnál, vagy akár a szövetségben, hogy tényleg ezt próbáljuk már tényleg megőrizni, hogy azért ne sírassuk el a nyelvünket, mert hát gyönyörű. Semmiképpen sem kell elsiratni. És nem fog kihalni. És nem fog kihalni, az is, abban is legalábbis jó darabig nem fog kihalni, hát sose tudhatjuk, hogy igen. sok száz év múlva mi lesz. Viszont igen. az valóban, hogy a nyelvünket megőrizzük valamiképpen abban a számunkra értékesnek vélt formában, amiről most itt is beszélünk, az nagyon fontos, és abban azt gondolom, hogy az én szemléletem az legalábbis, hogy sokkal kevésbé tiltani kell dolgokat, hanem ahhoz kell ragaszkodni, hogy vannak helyzetek, szituációk, amihez igazítjuk a nyelvhasználatot, és azt kell kimondani, hogy igenis egy reklámban nincsen helye ilyen-olyan kifejezéseknek. Egy munkahelyi tárgyaláson nem jár jól valaki, hogyha ilyen-olyan kifejezéseket igen. használ. Az, hogy ő most a baráti körében, sörözés közben, fiatalként, kevésbé fiatalként használja ezeket, azzal alapvetően nincs gond, az lehet az ő személyes meggyőződése, a stílusához csatlakozhat, hanem itt ez a fontos, hogy ezeket a regiszterváltásokat mindannyian tudjuk használni, és így maradjon meg az anyanyelvi kultúra
egészében, és ne vesszen ez el, ahogy a viselkedés kultúrában is látjuk, hogy ezek a határok valahogy egy ilyen masszává összeolvad, meg és az nem érezzük. Kultúrában igen, is. És nem érezzük, hogy mikor, hol, kinek, mit mondhatunk, hogyan viselkedhetünk, hogyan igen, hát itt a vége, de ha már említetted a családnak a felelősségét, hát ott is az van, hogy megkérdezték a gyereket, a 10-12 éves gyereket, aki nézte a televízióban a mesét, és megkérdezték tőle, hogy akkor miért nem olvasol inkább, és miért a mesét nézed, mire mit gondolsz, mit mondott a gyerek? Azt mondja, mert itt nem kell lapozni. Hát na most a szülői felelősség, ez mindenféleképpen. Na jó, de hát akkor zárjuk a beszélgetést azzal, amit már így érintettünk, hogy azért nem vagyunk kiveszőfélben vévő nyelv. Igen, ebben biztosak lehetünk, hogy sokáig fogunk, és láttuk is, ahogy elhangzott valóban, hogy a 60. hely körül van a magyar nyelv a világ nyelvei között, és hát történeti szempontból, kulturális szempontból tényleg Európában is, hogy most én angolosan mondjam, a top 10-ben benne van a magyar nyelv. Úgyhogy ezek miatt büszkék lehetünk, és ezért fontos, hogy az anyanyelvünket a legértékesebb formában beszéljük, szeressük természetesen, ne féljünk használni, tehát nem arra van a nyelv, hogy most szorongjunk, hogy jaj, ezt sem mondhatjuk, így sem mondhatjuk, úgy sem mondhatjuk, de legyünk nyitottak és kíváncsiak arra, hogy mi miért van úgy a nyelvünkben, és esetleg legyünk kreatívak is, hogy igen. Amikor angol szót hallunk, akkor azt próbáljuk meg magyarra áttenni, ha nem is ismerünk fel. Így van, de hát akkor zárjuk kicsit tréfásan a beszélgetést, ha már említetted a top 10-et, hát akkor manapság a hölgyek sem felsőt vesznek, hanem top. Köszönöm szépen. Én is. Arany János, régi jó időből. Elfolyt a méz a köpűből, a köpű is romba. Belé esett egy vém medve világfájdalomba. Dír meg idébb, dör meg odább. Hangja szép goromba. Hely, nem így volt, más világ volt fiatal koromba. Nem őrizte akkor a még szuronnyal a mézet, a szamóca és a málna bővebben tenyészett. Nem volt ilyen hosszú a tél, alig, hogy a talpam fölfelé és lefelé is egyszer végignyaltam. Csöve nem volt a vadásznak, az olának botja, sem pedig így megviselve bundám állapotja. Zöld erdőben, zöld mezőben barangolva bátran, kiskirályi méltósággal tetszésemre jártam. Akkor minden tüskebokról nem volt ennyi fészek, mély odúból huhogtak az udvari zenészek. Teleszájjal énekeltek szélesen és hosszant. Ez az apró sok csicsergés engemet csak bosszant. Na de hiszen, bár nehezen, tűröm, amíg tűröm. Bölcsességem a világnak fogaim közt szűröm. És ha nem akarja bevenni a jó tanulságot, felfalom egy ásítással az egész világot.